Nagykovácsiban is pezseg a kulturális élet, és hát jön a nyár, jön majd a jó idő, és fesztiválra is várnak nyilván a lakosok. Így igaz, és nagy örömmel jelenthetem be, hogy végre 2 év szünet után, a pandémia miatti szünet után végre ismét megrendezhetjük a Varázskastély fesztiválunkat, amit annyira szeret Nagykovácsi lakossága, kicsik és nagyok egyaránt. Idén pünköstkor, tehát június 5-én, 6-án lesz ez a fesztiválunk, és mindenféle programmal készülünk, gazdagon kicsiknek, felnőtteknek egyaránt igyekszünk élményt nyújtani, és remélem, hogy sokan itthon maradnak ezért a programért, és sokan itt lesznek, és eljönnek, és jól érzik magukat majd. Kik lesznek a fellépők, kiket várhatunk? A fő fellépőnk a KFT zenekar lesz. Azért is választottuk ezt, mert azt gondolom, hogy nincsen olyan házi buli, ahol ne szólalna meg a KFT-nek valamelyik dala, és szeretnénk, hogyha mindenkinek kedve lenne bulizni, szórakozni, és itt a gyönyörű kastélyparkban nagyon szép körülmények között tehetik ezt meg. És ezen kívül a gyerekeknek, például az Alma Együttesnek, Nagykovácsi Kötődésű zenekara, Berkesi Alex, illetve Szarutkai Bori és bandája, a Namisok is fellépnek, akiket szintén nagyon szeretünk itt Nagykovácsiban, a Részpatkó Néptánc Együttes, és hát a sok-sok helyi kis együttesünk bemutatja a tudását, és még változhat is a program, még gazdagodhat, hiszen még most egyeztetünk a helyi különféle civil szervezetekkel, hogy ki mit szeretne magából megmutatni. Egy ilyen fesztiválon nagyon fontos a gasztronómia, nyilván mindenki szeretne valamilyen finomságot megkóstolni. Igen, lesznek gazdag büfék, azonban ahogy minden évben most is készülünk a főzőversenyre, ami csak idézőjelben verseny, hiszen nem az a lényeg, hogy ki hányadik helyen végez, hanem az a lényeg, hogy minél több finomság készüljön, és minél többen megkóstolhassák ezt. Úgyhogy remélem, hogy sok csapat jelentkezik az idén is, aki pedig nem jelentkezik, az meg jön kóstolni, jól lakni, és itt jól érezni magát.